Na, sziasztok mindenki! Elérkeztünk a következő videónkhoz. Ahogy látjátok, a Niki beüzemelte a sütőt, ami csak egyet jelenthet. Mit fogunk csinálni, Niki? Sütni. Sütni! Ráadásul az első süteményünket fogjuk megcsinálni, és fel szeretnénk azt is mérni, hogy mennyire van igény egy ilyen főzős sütős sorozathoz. Hát ugye tudjátok, hogy én béna vagyok hozzá, a Niki fogja mondani, hogy mit kell csinálni, illetve elmondjuk a recepteket is, hogyha szeretnétek ti otthon ezeket elkészíteni, akkor ti is meg tudjátok csinálni. Niki, mit fogunk csinálni? Brownie-t fogunk csinálni. Szerintem ez a legegyszerűbb süti a világon, és ezt még remélhetőleg te is meg tudod csinálni, mivel oda vannak készítve a dolgok, és még ki is vannak mérve. Nagyon jó! Egyedül a vajat kell kimérned, meg a tojást feltörni. Jó, és ehhez a sütihez a sütőhöz lesz szükségünk, illetve a főzőlapra, ugye? Így van. Na, nézzük meg akkor a hozzávalókat, hozd ide Niki a kamerát. Első hozzávalónk egy 70%-os étcsoki, amúgy én magába is nagyon szeretem, ugye? Hát igen, képes vagy egy táblával. Igen, nagyon szeretem. Következő hozzávaló, ennyi kakaóporkát csak. Hát igazából nem írta a recept, vagy hát valamelyik írja, valamelyik nem. Most, amit mi csinálunk, az nem írja, de ennyi volt otthon, úgyhogy mondom a felét. Nem maradjon otthon. Jó, teszünk bele. Jó, illetve vannak olyanok, mert láttunk videót, hogy valaki diót is tett bele, nem? Hogy lehet... Hát meg lehet málnát is, egy ilyen csoki cseppeket rakni. Igen, hogy lehet ezt felturbózni saját igények szerint. Liszt, cukor, vaj, 1, 2, 3, 4, 5 darab amúgy, tojás. Amúgy nem 5 tojás kell, csak 4, de hoztam egyet a biztonság kedvéért. Nem bízol bennem. Jó, oké, Niki, mi az első lépés? Ezek a hozzávalók tök jó gyors sütinek, amúgy már csak fél órát kell majd a sütőbe sütni. Itt van ez a két lábos. Igen. Ezt felteszed oda. Igen. Ezt meg ráteszed. Igen. Azért, mert a csokit, igen, a vajjal fel kell melegíteni víz gőz felett. Hát jó, de még nem is használtuk a főzőlapot. Hát most fogjuk. Hogy kell. Jó, oké. Okay. Már raktam bele neked vizet. Oké, bekapcsoltam. Aha, elindult. És mennyire rakjam? Szerintem elég ötösen, nem tudom, majd ezt ki kell tapasztalni, először legyen ötösen. És akkor ez az alsó? Igen, de hát az, hát az alsó. Jó. De azért ne fogd. Ja, jó, azért jó, hogy meglátszódik rajta. De ne, azért megsüti a kezed. Jó, és akkor, ja, nem is azért meglátszódik. Jó, hát mi nem meleg, de akkor az elszívót most nem kell bekapcsolni. Az most nem kell. Igen. Illetve 100 g vajat légy szíves, mérjél ki. Mérem is. Mondjak valamit? Igen. Először esztedre nyomd le, és kinullázza. És akkor már... most vágjál bele. Jó. 100 g-ot. De ne úristen, ne úr! Jó, ez csak vicc volt természetesen. Jó, 100 g. Az de a baj... 250 g, most abból kell nekünk 100 g. Az egész 250 g. Igen. Akkor a fele a 125. Úristen. Szerintem ezt pont el fogom találni amúgy. Ó! 90! Majdnem, majdnem. Gyerekek, hát azért eltalálom. Ja, akkor még egy 10 g kell, ugye? Igen. Gyere már le! Ó! 108, maradhat? Jó lesz, maradhat. Ez olyan, mint a párzsi, 10 dekát kérek, 100 kiló lett, maradhat. Csokikat kockázd fel, igen, vagy hát tört bele, oda a vajhoz. De most azt akkor... így csomagoltam neki össze, ez gáz. Hát, kicsit, ha jó lesz, akkor vagy. Most csokikat kockázd bele. Ide ebbe? Igen. Jó. Hú, de ez az összeset? Az összeset. Egyet ehetek. Hát csak egy kockát. Jó. Jó, csak egy kis falatot. Na. Akkor a kockákat rakjuk be. Hát, ahogy látod, a kockákat. Ilyen nagyokat? Hát, vagy annak a felét. Ja, azt még felezzük el. Mindegy, úgyis elolvad. Ja, jó. Közben amúgy észrevettük a Nikivel, hogy kikapcsolt a főzőlapot. Reméljük azért, mert hogy nincs rajta ugye ez a cucc. És akkor az miatt, de hát majd mindjárt kiderül. A sütő az megy, hál' Istennek. Úgyhogy, Niki, élvezem! Érted? Igen. Élvezem! Meg most már van a mesterséges intelligencia is amúgy, úgyhogy itten könnyebb lesz ez. Jó, ezt kell rárakni arra. Igen, hát akkor kapcsolod be újra a főzőlapot. Nem azt teszed rá, először ezt a fehéret, igen, amiben a víz van. Igen. És arra teszed rá azt, amiben beledaraboltad a csokit. Mert vízgőz felett kell felmelegíteni. Na ez lett volna a kérdésem, hogy mi ez a technika. Érted, hogy vízgőz felett kell. Ide tegyem rá. Igen. Elkezdett melegedni, de lehet, hogy Niki az ötös az kevés lesz neki, nem? Fogalmam sincs. Ki kell tesztelni ezt a főzőlapot. De érdekes, hogy itt körülötte nem meleg,
viszont az edény maga már meleg, szóval alulról melegszik. Lehet, hogy csak ott melegszik amúgy, ahol rá van téve, érdekes. És akkor most már rátehetem ezt? Hát lehet, hogy inkább tedd feljebb egy kicsit, hogy hamarabb melegedjen. És közben meg fog olvadni akkor? Hát kevergetned kell majd. Ezzel? Ahogy olvad, kevergetni kell majd, igen. Jó. Hát majd lehet abban nagyobb tálba átrakjuk, mert ugye még a lisztet is bele kell rakni, a cukrot. De amúgy, ja már gőzöl elég rendesen. Nagyon jó ez a főzőlap így elsőre. Van ehhez türelmed, mert szerintem nincsen? De, van. Csak ugye nem tudtuk, hogy hogy kell beállítani még ezt. De szerintem még nem. Hogy óvad már? Olvad. Te csak simogass. Miért? Így? Jó. Na ne így. Mit csinál? Hát nem kell a vajat szétizélni. Kevergesd. Ez tényleg olvad már. Na most kezdett el olvadni, Niki. Hát ki kell tapasztalni, hogy hanyasra kell ezt tenni. De ez a főzőlap, ez Isten király így elsőre. Jó, de ne csak a vajat simogass. Na, alakul. Alakul, alakul. Ez a tepsi amúgy lehet, hogy nagy lesz. Elég jó olvad, most levettük kettesre. Tényleg amúgy nagyon könnyű a használata ennek a főzőlapnak. Csak rá kell jönni, hogy hanyas fokozaton kell csinálni, mert ugye főraktuk 10-esre, akkor nagyon gyorsan elkezdett melegedni és forni a víz. Mindjárt az elszívót is ki kéne próbálni, hogy hogy szívja el. Nagyon jó vagyok, nem? Jól áll a kezedben. Köszi. Jó illata van, tényleg. Ha már felolvad teljesen, akkor már jó? Szerintem jó amúgy. Na, de várjál, meg akarom nézni az elszívót. Várjál, bekapcsolom. Jó, de addig vedd le azt, hogy... Leveszem. Aha! Nagyon komoly. Ott elszívja középen. De jó! Ha jó, nem kell 8-as fokozatra, de ez nagyon vagány. Jó, akkor elzárhatok mindent? Igen. Kikapcsolom az elszívót, ezt is kikapcsolom, meg van olvadva. Azt tedd oda le, igen. Jó, oké. És akkor most add hozzá, légy szíves. Ez itt marad-e rajta? Hát nem, azt is vedd le onnan. Jaj, de ez meleg! Hozd ki a fiókot. Igen. Most se tudom, hol van. Itt a fiú, van. Hát jó, mire megtalálom. Most ne röhögjé. Tedd bele a 4 egész tojást, tölt fel. Ja, én azt tudom, hogy csak így bele... Nem, ma megint azt hitted, hogy hi vagy. Hát azért gondoltam, hogy nem az. Jó. Jó csinálom? Jó. Még a végén azt fogják mondani, hogy értek valamit. Á, esélytelen. Esélytelen. Jó, de amúgy élvezem így, hogy tudom, meg gondolom, hogy rengeteg tutoriál videó van fönt. Leírják a hozzávalókat. Remélem otthon ti is megcsináljátok egy páron így a videó alapján. Írjátok le majd kommentbe, vagy hogy ti hogy szoktátok csinálni. Jó, benne van a 4 tojás. Keverd össze, úgyhogy a sárgája is így elfolyjon. Uh-huh. Hozzáadhatod a lisztet. Az egészet, amit kimértél? Igen. Belefér egyébként? Már hoztam nagyobb edényt. De... Szerintem belefér. Nem egy bonyolult. Hát csak kevergetni nehéz. Azért, mert nem jól csinálod. Miért? Hogy kell keverni, nem tudok? Így. Aha. Félek, hogy ugye kiöntöm. Jó lenne a kuka. Hol a kuka? Ezeket kidobni. Nincs még kuka. Hát szemetes zsák van. Ott az acskó. Itt engem zavar ez, hogy itt van ez a tojás, meg szétfolyt mindenhova. Utána ugye takarítani is kell. Na most hozzáadhatod a cukrot, meg a kakaóport. És tudjátok mi idegesít ebben, meg a nő? Jó, de csináld közben. Ja, mit? A cukrot, meg a kakaóport. Ilyen sok cukor kell bele? Igen. Ez kemény. És egyszerre kell hozzáadni? Igen. Jó. Hát tényleg kimérted nagyon. Egy kis kakaóport hozzá. És akkor ezt keverjem össze? Mm-hmm. És ez megy majd bele a tepsibe és kész is. Igen. Na és azt akartam mondani, hogy tényleg aki főz, mennyit ott lehet a konyhában, jó van most ez fél óra, de aki tényleg órákig ott áll, főz, süt minden, azt az ember megeszi fél óra alatt, azt ennyi jót, nem? De hát ugye szeretetből készülnek ezek az ételek, biztos vagyok benne mindenkinek a háztartásba. De így, hogy én csinálom, igen, így jobban kezd értékelni az ember. Nem magától értetődő, hogy az asztalon ugye étel van. De egész jó, tetszik. Így, hogy mondod meg, mit kell csinálni,
Nyomjatok. Na, hát most már akkor ezt bevezetjük. Bevezetjük. Hát tényleg nézőknek is mondom, hogyha szeretnétek ilyen sorozatot, akkor nyomjatok egy lájkot. Külön csatornát nem akarunk indítani. Lesz majd olyan, hogy a Niki is fog szerepelni. Úgyhogy bízunk benne, hogy szeretni fogjátok ezeket a tartalmakat. Na ez így jó is lesz. Igen, és akkor hogy kell belönteni, hogy jó legyen? Hát el kell egyengetned majd. Ja, csak öntsem bele és egyengessem-e. Hát én azért próbáld úgy önteni, hogy mind a két... Ez még meleg! Istenem! És akkor, hogy mind a két oldalán legyen. Mondom, lehet, hogy nagy lesz ez a tepsi. Na, cukor! Na hát! Akkor nem kevertem jó össze, nem? Na, jó lesz. Jaj, mellé ment! Nézd neki, itt a hibám. Jó az íze. Ügyes vagy. És akkor most egyengesd el, hogy minden oldalán legyen. Igen. Egységes legyen. És akkor mehet a sütőbe? Igen. Na, de a nézőknek mondom, hogy ez a főzőlap az Isten király. Nagyon jó. Ugye? Most először tényleg így videóban nem is teszteltük semmit, csak így videóban próbáltunk rájönni. És ultra király, meg az elszívó is, ugye ki kéne vezetni, de én nem gondoltam volna, hogy ez ilyen jó, mert nagyon sok negatív vélemény volt róla. Egyelőre tetszik. Na, Niki, szerintem jó. Ügyes vagy. Igen. És akkor mehet a sütőbe. Mehet a sütőbe. A sütőbe meleg van? Hát igen, úgyhogy jó lenne, ha nem hajolnál bele. Már kijön a gőz. Te ezt direkt csinálod amúgy? Igen. Ide fölülre vagy alulra? Felülre, hát ott a rács. Beljebb kell tenni, vagy ennyire? Hát középre. Jó, ki majd kesztyűbe kell venni, mert gondolom forró lesz. Igen. És akkor most van 16 óra 44. Igen. Kb. Egy 25-30 percet mondtak. De igazából akkor jó, hogyha egy kicsit ilyen repett a teteje. Jó, hát nagyon kíváncsi vagyok, kedves nézők, hogy milyen lesz az első sütink itt a konyhába. Hát nagyon örülök neki. Tök jó sorozatot lehet szerintem ebből csinálni. Meg durvább ételeket, sütiket, mindent, úgyhogy... Most pedig akkor várunk a csodára. Ügyes vagy. Szi. Alakul a dolog, most van bent fél órája, viszont a Niki azt mondta, hogy akkor lesz jó, hogyha töredezik. Igen. Na hát nem repedezett be, de kivesszük így 35 perc után. Niki mondta, hogy tök jó, hogy ilyen magasan van a sütőben állunk, ugye lehet van a fődön. Nem meleg? Hát de. No, így néz ki. Hát mindjárt kiderül. Jaj, de várját, ez egy kis forró bakker! Itt tartogatom! Na hát így néz ki. Hát ugye, ja, nagy a tepsi. Lehet, hogy vékony lesz egyébként, de ki a sütőpapírt. És fog meg a sütőpapírt, ja, és rakd bele. Nem, csak rakd oda le. Na most megrepedezett, nézd meg. Na. Most aztán tényleg megrepett. Kéne még így csokit rárakni a tetejére, meg ilyenek, nem? Na mindjárt fődarabolom, és akkor viszünk haza a családnak. Hát nem olyan szép, de bízom benne, hogy finom. Niki amúgy azt javasolta, hogy először vegyük le a sütőpapírról, de most megnézem, hogy mennyire. Milyen szépen lehet vágni. Na már élesek is. Jó, ez egy jó. Így kockázom fő, és akkor három kijön, nem? Uh-huh. Na, nagyon kíváncsi vagyok. Meg is fogom kóstolni a végén. Ó, éles. Csak ugye így lehet, hogy szét fog még esni, mert nem hűlt ki. Ja. Én vagyok a szelő. Tök jó. Nem esik szét? Nem. Tökéletes. Jó, hát egy kicsit ott a papíron maradt azért. Mert ja, hát nem jó vágtam el, meg még meleg. Azért mondtam, hogy először meg kéne várni, hogy kihűljön. Hé, mit csinálsz? Most tudom. Az ilyen darabokat megeszed, és nekem nem adsz. Jaj, Niki, jó! Látod, karma? Sórom! Azt mondja, hogy jó gyerekek. Csináljátok meg otthon. És ugye milyen jó, hogy ezt te csináltad? Igen, most mondta, megváltottam volna a világot, úgy érzem magam. Jó, hát nem, te kellettél hozzá, Niki, mert én csak követtem a... instrukciókat. Bízom benne, a családnak is ízleni fog. Hát kicsit maradt itt az alján, sütőpapír alján. De nem, jó, baj. Az nem baj. Ne csak darabot kóstoljunk, hanem akkor egy szeletet. Nagyon jó, Niki. Nem? Nagyon. Kóstold meg te is. Szórod, Niki. Nagyon jó. Nagyon finom. Mi csak egy-egy darabot ettünk. Ezt viszik haza a családnak. Tényleg próbáljátok ki a receptet. Lehetne még erre csoki darabkákat tenni, vagy valami. Egyszerű sütemény, fél óra a sütőbe. Előkészület egy 10 perc. Hamar megvan, tényleg a vendégek is imádni fogják szerintem. Na jó. Tényleg nagyon jó. Nem azt mondtad, hogy csak egyet eszel. Na nagyon jó sikerült.
Kihetetlen. De ezután kell inni, mert az egy jó tömény. Hazajöttem, és a srácoknak mondtam, hogy elsőre kóstolják majd a süteményt. Mi a véleményetek? Én tudok szerintetek sütit csinálni? Hát recept alapján, nem nehéz. Igen. Remélem azért patkánymérget nem tettél bele. Ne, aggódjál, már ettünk bele. Na, jó. Kóstoljátok meg. Áli kitalálta amúgy. Ravni. Igen. Nem, és jó édes amúgy. Ne szaglál. Egyed. Egyszerű. Hozzád képest. Hozzám képest, túl teljesítettem, nem? Ja. Apa is megkóstolta, ízlet neki. Úgyhogy remélem, hogy lesz ennek a sorozatnak folytatása. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és jövünk majd a folytatással. Köszönjük szépen! Sziasztok! Sziasztok.